Lélegezz bennem, szent lélek, hogy arról gondolkodjam, ami szent. Irányíts engem, szent lélek, hogy azt cselekedjem, ami szent. Vezess engem, szent lélek, hogy azt szeressem, ami szent. Erősíts meg engem, szent lélek, hogy megóvjam, ami szent. És óvj meg engem, szent lélek, hogy sose veszítsem el, ami szent. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, itt az Apostol Iskolában, így nevezhetjük magunkat. Az Apostol Iskolában mindig vendégelőadókat, mondanám így, szoktam hívni, kedves vendégeket, akiket azért hívok meg, mert azt fedeztem fel az életükben, hogy valahogy őket úgy elkapta a Szentléleknek ez a lendület, ez a tüze, és belesodródtak. Aztán tudatosan is vállalták az apostoli létet. Sokfajta ember ült már itt közöttünk. Hát most szeretnék egy olyan vendéget bemutatni, aki a Kéksisakos békefenntartó erő egyik tagja. Majd mindjárt kiderül, hogy nem kell megélni, nem a NATO hadseregéből hívtam meg valaki, pedig az is egy érdekes dolog lehet, mert lehet-e mondjuk egy NATO hadseregben apostoli tevékenységet folytatni, kíváncsi lennék, és lehet, hogy egyszer majd a tábori lelkészségre valakit megkérek, hogy erről beszélgessünk, de akit most meghívtam, azt másért hívták így, hogy miért, majd ő el fogja mondani. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Klára nővért, Copf Éva Klára, ez a teljes neve, Szent Ferenc kisnővérei közösségéből Isten hozott. Köszönöm. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a bizalmat, amivel meghívtál. És akkor rántsuk le a lepet, miért mondtam én azt, hogy Kéksisakos békefenntartó erőképviselője? Egyszer, mintha ilyet te említettél volna valahol. Igen. Elsőrendi ferencesek találták ki ezt a humoros szöveget rólunk, látván a szokatlan kék szint a fájtlunkban, és igen, a barna összekapcsolódása, aha. És több érdekes dolgot mondtak már ránk ez alapján. Úgyhogy hupikék, törpikék is elhangzott, úgyhogy talán nem megszokott, vagy kék, és akkor kék minden, vagy barna, és akkor barna, igen. Úgyhogy ezért... Igen. Amúgy a békességgel szoktunk köszönni, úgyhogy szép ez a békefenntartó gondolat, igen, vagy összefüggés. Annak idején még azt is említetted, de én ezért figyeltem fel erre, hogy Szomolyán, ahol laktatok, azt a teret úgy hívták akkor, igen, még, hogy... hogy béketér, és igen, ráadásul hat, ami hogy hat. Béketér tudhatni. Igen. Igen, igen. És akkor ti miért választottátok a barna-kék összeálltást? Lehet, hogy te ebben nem vagy részes, hogy... Az alapítónőnk él még, most 92 éves, Szőlősi Júlia, és egy művész lélek. És mikor én beléptem 88 tavaszán, akkor még nem volt szó habitusról, fátyolról sem, kommunizmus volt még, és nem is remélhettük, hogy ilyen szerzetes életformában élhetünk. És mikor 89-ben a társadalmi változások lehetővé tették, és le tudtunk telepedni Magyarországon, akkor habitust is kaptunk, illetve az már hamarabb, de fájtlunk az ezután lett. És mikor meghallottam először, hogy kék lesz a barnához, akkor megijedtem, hogy az meg hogy fog kinézni, de mivel egy művész lélek, ő már látta, hogy ez jó lehet így, és azóta sok kedveset találok benne magam is, Mária, Szűz Mária színe is. Aztán az ég és föld összekapcsolódása az életünkben, ez is egy szép gondolat számomra. Igen. Ha már a ruhádról beszélünk, és kicsit a ruha azért az úgy sok mindent elárul az emberről, egy vallomás is valahol, hiszen az öltözködésünknek hát mondjuk egyik oka, hogy az időjárástól megvédjük magunkat, aztán van egy erkölcsi morális üzenet, és hogy az ember azért igyekszik diszkréten kinézni. De egyfajta vallomás, hogy fiataloknak a ruháját, ha nézem, mindenki egyenruhába jár. Lehet tudni, hogy ez melyik társághoz tartozik, hogy egy emós, hogy nem tudom micsoda, hogy öltözködik, és hát az egyenruha azért az üzenet,
valahol. Neked voltak élményeid pont a habitussal kapcsolatosan már Pécset, Budapesten, autóvezetést tanultál, telefonfülke, a jó kis cigánytestvérek. Ezeket ha megosználod fél mondatban, csak hát ha mint jel, azért ez is jelent valamit. 89 volt, mikor autóvezetést tanultam, és akkor már lehetett hordani a habitust, és nagyon meglepődtek az emberek az utcán, meg az oktatók is, és hát hál' Istennek nem okoztam karambolt ezzel, de tényleg fura volt. És mikor Pécset mentem az én szülővárosomban, akkor feltűnő volt nekem, hogy jól lehet, most vagyok feltűnőbb, mégis mintha rejtettebb lennék, mint valaha. Ez azért volt érdekes, mert amikor én civil ruhába jártam, akkor teljesen hoztam a Cof Évát. Most meg hoztam a kis nővéreket, és hoztam az egyházat és Istent. Tehát ha ez meg rám néztek, akkor nem biztos, hogy egy kis ember jutott rögtön eszükbe, hanem majdnem, hogy feltűnőbb az, hogy ez egy úgymond apáca, ami inkább nővért mondunk, és hogy közösség, egyház, Isten. Tehát amilyen Isten képe volt valakinek, vagy egyház képe, kb. Úgy reagált rám, és nem úgy, ahogy korábban csak egy emberre a sok közül. Tehát lehet, amikor valaki apostollá lesz, akkor már nem az a legfontosabb kérdés, hogy ez a Cof Évi vagy sem, nem arra figyeltek ők föl, hanem az üzenet, amit te hordozol az Istenről, az egyházról, a közösségről. Nagyon emlékszem erre a kettősségre, hogy nekem sokkal feltűnőbb volt így megjelenni ott az utcákon, ismerősök között, és mégis volt egy nagy rejtettsége. Aztán Budapesten, még mikor Pasaréten éltünk másfél évig, a ferencesek jó voltából, ilyen kis kölcsönlakásban. Egyszer telefonálok kint a fülkében Pasaréten, reggeli órákban, és ott vagyok a kajdóval, és egyszer csak egy hölgy benyúl egy fehér, azt mondhatom, hogy harmatos rózsával, és beadja csöndben, és tovább ballag. Ezek annyira megerősítőek. Persze olyan is volt, hogy leszálltunk a buszról többen Budapesten, és valaki a Moszkva téren, akkor még így behúzta a váróterem ablakát, és látszott, hogy a mi leszállásunkkal egyszerre, tehát összefüggésben agressziót váltottunk ki. Úgyhogy én nagyon normálisnak, hogy természetesnek találom azt, ha valakit úgymond fel is bosszantunk olykor ezzel a megjelenéssel, mert hogy a Isten és egyház képe ugrik be. Mindenesetre közömbösen nem lehet melletted Igen. elmenni, Igen. az Isten embere mellett nem lehet közömbösen elmenni. Azt nem tudom, ismered-e Julkovics Tibornak a nevét, ő egy költő volt, és neki van egy ilyen verse, és most elnézést kérek a nézőktől, hogy kicsit pongyolán fogom idézni, nem készültem belőle, az a vers cím, hogy Próba. És körülbelül így hangzik a vers, és nagyon kapcsolódik az, hogy most elmondtál, az apostol létünk, egyik vele járója, tehát azt mondja, hogy Jézus próbakő, Jézusra mindenkinek várat kell adnia, erre fel a váróteremben az utazó, a pap és a bandita. Jézus nagy csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Tehát, hogy Jézus próbakő, ha te végigmész az utcán, de akkor ezt mondhatnánk kicsit a keresztény emberről általában is, ugye nem járunk keresztény egyenruhával, de mi lenne, hogyha azért egy kicsit, ahogy járunk, ahogy élünk, az valami hasonlót sugalna, érne el. Igen. Érdekes volt, hogy sokaknál meg pont azt láttam, hogy nagyon örülnek, hogy Aha. így látnak. A reménység jelei is voltunk sok ember számára, hogy megjelenhet a kereszténység, így az utcán megjelenhetnek a nővérek. És volt többször ilyen, hogy a nagyváros Miskolcban például úgy köszöntek nekünk az utcán, meg mi is úgy köszöntöttük egymást, mint a falvakban, ahol igen, ennek nagyobb hagyománya van, csupán ezért. Tehát nagyon tetszett nekem, mikor Miskolcra kerültem, hogy ott is lehetett az utcán spontán köszönni így ismeretlenül is. 70-es évek második felében, mikor Szent II. János Pál pápa először Lengyelországba járt, és akkor kijutottunk. Mi ugyan nem tudtunk a zarándok utat szervezni, mert ezt nem engedték meg, és hogy innen oda zarándokoljunk, de egy ibusz utazás keretében elutaztunk valahová, Zakopánéba, és onnan már nem volt nehéz. És akkor nekem döbbenetes volt látni, hogy ott látok szerzetest, hogy úgy szerzetesnek kinézni, és olyan, amit te most mondtál, hogy olyan érdekes, jó érzéssel töltötte az embert el, akkor ezt érezhették azok az emberek, amiket te most mondod, hogy itt valami éled, valami Igen.
Igen. Olyan is volt már, hogy Szomolyán értünk, és átgyalogoltunk Bogácsra az erdőn át, és előttem ment a többi nővér, és akkor nekem is élmény volt rájuk nézni, hogy jé, ez mi vagyunk, és hogy ilyen van, és úgy rácsodálkoztam kicsit kívülről. Igen. És olyan is van persze, aki énekli, hogy nem vagyok én apáca. Volt már, hogy ez kommunikációt indítottál, hogy lehetett, főleg faluban inkább, városban talán annyira nem. Vagy volt a zöld nap, hogy ez most, megkérdezték, ez most igazi? Oda jött valaki, mert maskarában sokan voltak. Ez egy jelmez, vagy igazi? Igen. Igen, igen. Hát, hogy is lesz akkor, ha már így mondtuk, a Cupf Éviből Klára nővér, hogy lesz valakiből egy egyszerű fiatalból, akár apostol, most akár szerzetes lesz, akár nem lesz szerzetes, még ezt is hozzátesszük, mert ez minket nagyon érdekel, mindannyian szeretnénk kicsit ebből tanulni. Milyen utat jártál te be addig, amíg e mögé, a szép ruha mögé el tudtad az Évit rejteni, hogy valami más jelenjen meg, de addig sok minden történt. Igen. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy hitre neveltek, öten vagyunk testvérek, és két kis testvérünk meghalt koraszülöttként, és minden este imádkoztunk, meg olvastuk a Bibliát, lehetett visszamondani a hallottakat, kirándultunk, volt, hogy imádkoztunk röviden a szép látvány hatására. Ott az erdőben. Igen, ritka volt, de még ez is előfordult. És az, hogy vasárnap megyünk szentmisére együtt, az nem volt kérdés, de annyira belenőhettem ebbe. És emlékszem, hogy én úgy büszke voltam erre, azt mondhatom. 15 évesen kerültem kis közösségbe, hívtak Pécsen minket. Voltál. Pécset, igen. És kik voltak ott a te apostolaid? Nekem elsősorban, igen. És azt gondolom, hogy a hitoktatóim, az is érdekes, hogy Bér Málásra például Bíró László püspök készített, még akkor püspöki titkárként. Igen. Fel Hergerőden Miklós atya, Hegyi László atya, sokan, aztán kórusban is énekeltem, dzsámi kórusában, és ez a kis közösség nagyon sokat jelentett nekem, bátyám egy évvel idősebb, öcsém egy évvel fiatalabb, ő pap lett később, és nagyon jó volt, engem mindenhova elengedtek a szüleim, mert két testőr volt igazából, nem volt gond, hogy késő jövünk haza, és minden szombat estét a kis csoportban töltöttük, így hívtuk, és emlékszem, hogy a vendégségben voltunk, ott sem volt kérdés, hogy mi lelépünk. Tehát az biztos, hogy nem maradunk. Tehát valami nagyon vonzott. Székhegy Gyuri volt, aki fiatal papként segített minket, nagyon mélyen és alaposan tanított, sokat kaptam tőle. Ilyet is mondott, hogy ami a hiteteket illeti, és az üdvösségeteket, ne bízzátok magatokat emberekre. Ezért nagyon hálás vagyok neki, ezért a mondatért, hogy jól betájolta, beirányította a fókuszt. És sok másért is hálás vagyok. És ott kezdtem hallani először arról, hogy meg kéne térni. Először nem értettem, hogy miért, ha egyszer hívő vagyok, vallásos vagyok, most miért térjek, miből. És akkor egyre bátrabban kezdtük olvasni a Szentírást, kérték is, meg inkább becsületből még eleinte. És ahogy olvastam, és kezdtem belátni, hogy fontos olvasni a Szentírást, akkor kínosan kezdtem érezni magam, mert akárhogy is olvastam, a negatív szereplőkre hasonlítottam jobban. Egy ilyen farizeus féle. És akkor az ütközött bennem, hogy most akkor én egy jó kis vallásos életet élek, amire még büszke is vagyok, szerintem jó értelemben is voltam rá büszke, és mégis úgy lelepleződök valahogy az ige fényében. És akkor kezdtem meg érteni, hogy miből kéne megtérni. Tehát a gőgből leginkább. És hogy talán az a legbüdösebb Isten számára. Ezt úgy kezdtem megsejteni. Nekem egy-két év kellett ahhoz, hogy megérlelődjön bennem 17 évesen, 82-ben. Egyszer hegedű gyakorlás közben, mert akkor már zenei pályára készültem a művészeti szakközépiskolában. Gyakorlás közben letettem a hegedűt, és megérett bennem, hogy rábízom az életem Jézusra, mert mondták, hogy ez nem olyan különleges, nem kell semmi akrobatikus, ez egyszerűen bízzam rá magam, ha felfogtam, hogy ez a legbölcsebb dolog, amit tehetek. És felfogtam, rábíztam, de csalódtam, mert nem történt látszólag semmi. És én azt hittem, hogy amit én érzek, meg én látok, meg én fedezek fel, az van. És kicsit csalódottan tovább hegedültem, és ezen a nyáron
Nagy Igmándon volt egy lelki gyakorlat, kis csoportunkkal mentünk, testvéreim is ott voltak, és bennem már nagyon készülődött valami érdekes. Nem vihar előtti csendnek mondanám, mert valami rendkívül jó, ilyen érdekes, mély békéje volt. Akkor már a Szentírás, ha olvastam, úgy nyúltam be a nagymamáméknál a vitrínbe, mintha nassolnék. Ez egy feltűnő dolog volt, mint valami édesség után. Tehát miközben azt éltem meg, hogy a megtéréskor, az életátadáskor semmi nem történt, azért egy ilyenfajta készület megjelent bennem. És ott Nagy Igmándon egyszer egy szünetben lehetett szabadon választhatóan a templomban imádkozni, és három nő jött, akinek az egyikéről Ágnes később tudta meg 8 évvel később, hogy szerzetes volt inkognitóban, szociális testvér. És ő az ima után... Strilicsági. Igen, Strilicsági. Az ima után, az ima a templomban volt, és még egy énekre mozogtunk is a testünkkel, ilyet nem nagyon csináltunk az előtt, és úgy bekapcsolta az egész embert az imába. Oda jön hozzám, és egy elég biblikus kérdést tesz fel. Te megkaptad már a Szent Lelket? És akkor nagy okosan 17 évvel a keresztségem és 3 évvel a bérmálásom után azt mondtam, hogy még nem. Mert hogy én azt gondoltam, hogy az van jobban, amit én átérzek, és ha a pünkösd az apostolokkal ilyen nagy dolgot művelt, hogy szélzugás, lángnyelv, erő, ajtó ki, megyünk, hirdetjük, hát akkor ennek mondjuk a 1/100 részét azért szerettem volna érezni legalább. És mivel nem éreztem semmit, ha egy idegen nő azt mondja, mert hogy ezt mondta erre a nagyszerű válaszomra, hogy kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És az volt a nagy ajándék számomra, hogy ez elő volt készítve ez a mondat. Mert ha ilyet hallok ma, vagy máskor, lehet, hogy tovább megyek szépen. De ott az történt, hogy először meglepődtem, hogy ez hogy ő tudja, és nem én. De elkezdtem hálát adni, hogy megkaptam. De ezt csináltam 3 napig még. És az történt, hogy testvéreim, bátyám, öcsém más irányba mentek tovább, én meg Pécsre, vonaton kezdett kibontakozni egy új tapasztalat, amire valójában ez az apostolkodás épül, azért is mesélem talán picit bővebben, mert valóban nekem ide nyúlik vissza minden fontos további elköteleződés gyökere. És az történt, hogy a vonaton, egy jelenlét élményem volt, tehát az, hogy itt nem vagyok egyedül. Ilyen fajtát nem éreztem azelőtt. Aztán, hogy jön belém egy öröm, amit így nem tapasztaltam, mert ha megkérdezte valaki, hogy te boldog vagy, akkor kicsit mérges voltam, hogy hogy lehet ilyen általánosan kérdezni. Hát hol igen, hol nem. És akkor meg azt éltem meg, hogy most nem történt semmi, nem kaptam jó jegyet, nem dicsértek meg, nem kaptam valami finomságot, nincs közvetlen kiváltó oka, de belém jön egy öröm. Amire azt mondhatom, hogy boldog, hogy örömteli. És akkor néztem, persze kicsit gyanakodva alkatilag, ez jellemző. Aztán elővettem a zsolozsmát, kis zsolozsmát olvasgattam, szintén ilyen keresztény becsületből. És az tűnt fel, hogy mi az, hogy sorok között olvasás. Hogy közelebb jött az egész. Ez nem, most így utólag egész jól meg tudom már fogalmazni ezeket. Aztán még egy érdekesség volt, hogy... elkezdtem leírni a neveket, akikért ezután imádkozni fogok. És az volt az élmény, hogy olyan, mintha bejöttek volna oda a vonatba hozzám, olyan közel jöttek, akiket megemlítettem, meg leírtam. És mondom, hogy hú, akkor a közbenjárás biztos nagyon jó másoknak is, de hogy nekem rendkívül jó, az még biztosabb, mert felszabadított, olyan volt, mintha így gyógyító lenne a kapcsolatokra nézve. És mindez egy vonatúton Pécs felé, több óra volt, de akkor is tömény volt. Amit még észrevettem, hogy Pécs közelében, Sásdon talán felszállt egy srác, és olyan fesztelenül, oldottan tudtam vele beszélgetni, ami nem volt jellemző rám. Én még gátlásosabb fazon voltam. És utána még egy érdekesség, hogy 10 körül hazaérek nagymamámékhoz, csengetek, és nem hallják meg. Nem tudom, hogy mi történhetett, és akkor akárhogy nyomom, nem hallják. És akkor ki kellett még bumlizni 1/2 órát Kertvárosba, és ott egyedül nem féltem a lakásba. És 17 évesen ez nekem azért elég feltűnő volt mindez, de nem beszéltem senkinek ezekről. És akkor a napokban kérdezte egy-két ember, hogy történt veled valami, és meg nem tudtam, hogy mire gondol. De azért megerősítő volt. Meg kell mondjam, hogy anélkül, hogy mondtam volna bármit, valaki így rákérdez. És akkor így mentem bele az érettségi évébe. Kaptam 1/2 évre rá egy könyvecskét, nem katolikus könyv, Merlin Carothers, a magasztalásban rejlő erő, egy hajóvontató kötél volt eltépve rajta,
azóta Dicsőítésben rejlő erő címen adják ki, és ugyanerre tanított. Kezdj el hálát adni, hogy megkaptad. Tehát egy olyasmit köszönjek meg, amit én még nem is tapasztalok. És ez a könyv minden lapján arról szólt, hogy nehéz, egy nagyon különös élethelyzetekben hogyan adják át az emberek Istennek a vezetést, hogy oldja meg, ők nem tudják, hogy, de valahogy oldja meg a helyzetet. És ott éreztem, pedig ilyet nem szoktam nagyon csinálni, ezt a könyvet tilos gyorsan átolvasni. Tehát itt laponként fogom elolvasni, és meg kell valósítani. És komolyan szabadulást, így hívom, éltem át itt az érettségi évében, hogy elkezdtem mindenért hálát adni. Az életforma szimatom lett erről, hogy ez nem egy ilyen habatortán, hogy hát ha egész jól vagyunk hangolva, akkor azért meg is köszönjük a dolgokat, hanem valahogy az jött át, hogy mivel Istennél van a jó és a rossz tudása, nem nálunk, hogy a mindent javunkra vált ez a megváltásnak az egyik legnagyobb üzenet, hát akkor a minden az minden, és akkor úgy mentem be, emlékszem, amikor rossz jegyet kaptam egy feleletre, az nem jól viseltem az ilyesmit. Olyan békesség lett bennem, és utána sok erőt is kaptam a jó felkészüléshez, felvételi új hegedű tanár, elköltözés, sok minden volt, és komoly szabadulást éltem meg, például én várni nem tudtam jól. Tehát ideges lettem tőle piros lámpánál, vagy bárhol megvárakoztattak. Egyszer a suliba bejött az igazgató helyettes egy lyukas óránkba, és majdnem felrobbantam, hogy képzeli, hogy az én drága lyukas órámat így elveszi. Tehát alkatilag ez vagyok, és az volt feltűnő még, hogy piros lámpánál, meg bárhol, egyszer egy folyosón, bérházban kellett várakoznom hosszabban, és az jött le élményben, hogy én ugyanazt csinálom, amit máshol tennék, ahova rohannék. Hogy együtt lehetek az Úrral ennek a tapasztalata, most hova rohanjak? Meg miben tud megakadályozni a piros lámpa? Persze azért elkésni nem jó, de valahogy pont az idővel való kapcsolatom az is színezte ez a tapasztalat, és ezután talán két évvel mertem kis csoportot is vállalni, akit mi kísérünk egy lánnyal. Mi vezetgettük, ezek általános iskolások voltak, és akkor indult be ebből a lelkesedésből valójában a továbbadásnak a vágya. Én biztos vagyok benne, hogy ez az én pünkösdöm volt. Én nem hallottam még karizmatikus megújulásról, nem hallottam lélekkerességről, nem hallottam ezekről, de megtörtént. Tehát nagyon egyértelmű volt, hogy akit szerettem volna, hogy örömöm legyen, békém legyen, szabadságom legyen, bátorságom legyen, az megjelent az életemben, a bőrömön tapasztaltam meg, és azóta is nagyon fontos ez a tapasztalat, és vissza is kell nyúlnom hozzá, újra meg újra, Isten vissza is terel ahhoz, hogy engedd el a kontrollt abban az értelemben, hogy te mondd meg, hogy mi a jó neked, és mi a rossz neked és másnak, hogy menj be az ős bizalomba, és adjál nekem teret, akkor jobban tudok működni benned, hogyha ezt megadod. Azt mondtad itt az imént, hogy te nem vetted észre, így nem tudtad, hogy megtörtént, de mégiscsak megtörtént a pünkösd benned, veled. Lehet, hogy akkor sokan vagyunk így, nem csak Ágnesből, vagy Évából lesz Klárává valaki, hanem sok mindenki átélheti ugyanezt, hogy hordok magamban már valamit, valakit, akiről én nem tudok, vagy nem vettem észre, ezért nem is veszem figyelembe, nem is számítok vele. Na most, hogy tudnánk segíteni annak, aki most szeretné ezt magában észrevenni? Nem tudom, kicsit irigyellek, mert amiket elmondtál, egy olyan nagyon közvetlen vezetést érzek az életedben, hogy úgy egészen közvetlen odaültetett a Jóisten a térdére, és ott foglalkozott veled szinte, mert nem magyarázta el neked ezt senki, nem adta fel házi feladatba, hogy kell ebben most viselkedni, és mégis valahogy úgy rájöttél, rávezetett az Úr közvetlenül. Mindannyiunk életében megtörténhet ez így? Én azzal kezdem, hogy Michelangelónak van egy nagyon érdekes gondolata, talán nem szó szerint van így, de ez a tartalma, hogy az ő gyönyörű kis szobrai már benne vannak a márványtömbben, ő csak a felesleget szedi le róluk. És ez az apostolkodás értelmében is, meg a pünkösd értelmében, hogy
a keresztségtől a kozmosz ura, a Szent Háromság benne van az emberben, már a teremtésnél a képe. Tehát itt nagyon hamar kezdődtek a dolgok, és hogy ilyen értelemben, mivel a kozmosz ura az egyetlen hatalom és király, az ő gyerekei vagyunk, különben járatú közvetlen gyerekei, királyfia, királylányok, azt gondolom, hogy ez nem túl nagy szó, ez még túl kicsi szó ahhoz képest, hogy mekkora méltóságunk van emberként, és ez már bennünk van, mindnyáinkban. Szerintem a föld élet nagyjából arra való, hogy lepattintsuk a fölösleget, és ezt persze nem egyedül csináljuk, mert az kevesek vagyunk, de az élet, a történelem, azt mondhatom, az egoisták, egoizmus is pattintja lefelé, tehát minden csak szolgálhat nekünk ebben az értelemben. Úgyhogy én tényleg nagyon bátorítanék mindenkit, hogy benne van a Szentlélek, hogy benned van a Szent Háromság, hogy ez nem a jövő zenéje. És minden mély vágyunk, amit az Úr oltott belénk, valójában belül már megvan. Ami miatt távol éljük magunkat tőlük sokszor, az a hát önzés. Én akár a kisítőség, vagy félelmek, vagy valamilyen hazugság, ami közel jött hozzánk, és nem engedi, nem merem elhinni. Nem engedi, hogy tényleg meglássam a királylányt belül is, meg másokban is, meg a királyfit, és meglássam a szent lélekkel megáldott embert magamban és másban, mert ilyen kontrasztosnak tűnik a bűnösség, a törékenység, az elesettség, és ez a szentség, ez hogy lehet egyszerre. És azt látom, hogy ezt a botrányt, hogy ez sokszor egyszerre, valahogy egyszerre van, hogy Isten kiválasztott szerelmes gyermeke, aki királyi méltósággal lett megáldva, és egy önződög meg tud jelenni. Nem mondom, hogy pont teljesen egyszerre, de különleges váltásokban. És ha ez nem nagyon nagy botrány, nem fogom az egyiket lemetszeni és lefaragni, és azt mondani, hogy most akkor te döntsd el, most vagy szent vagy, vagy bűnös. Mert akkor, ha elkezdem alakítani a szentet, akkor megsérül valami az emberségemből, és nem lesz hiteles. Bekeményedek. Ha meg azt mondom, hogy hát, ilyen körülmények között a szentségnek lőttek, akkor én maradok csak annál a nagyon alázatos és szerény gondolatnál, hogy én csak egy bűnös vagyok, akkor meg annak a tudatosságnak lőttek, annak a méltóság teljes viselkedésnek, meg életvitelnek, amit nagyon is akar az Úr, és látjuk is az apostoloknál, meg a profétáknál. Úgyhogy én azt látom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy egyáltalán benne merünk-e maradni a hivatásban. Azon, hogy ezt a kettősséget, ennek a kínját és botrányát valahogy fel tudjuk-e oldani. Egy nagyon fontos szó hangzott most el. Nem tudom, erről mi a véleményed. Klára nővér azt mondta, hogy a hivatásban. Benne tudunk-e maradni a hivatásban? Hát most, ha aki ezt a szót hallja, akkor mindjárt gondolja, persze, hát Klára nővér szerzetes lett, XY pap lett, az orvos lett, az tanár lett, tehát vannak ilyen hivatások. Na, de hát én egy egyszerű gyári munkás vagyok, vagy nem tudom én, péklegény, most akkor milyen mi hivatásról beszélünk. Nem tartod de túlzásnak, ha azt mondom, hogy hivatás csak egy van. Nekem is, neked is, a technikusnak is, a piknek is, minden, ugyanaz egy hivatásunk van. Isten arra hívott létre, és arra hívott meg a szeretetével, hogy osztozzunk a vele való életközösségbe. Igen. Ez a hivatás. Igen. És te erre gondoltál, mikor azt mondtad, hogy megmaradjunk a hivatásban. Én most pont nem erre gondoltam, de egyetértek vele, mert én előttem egy szűkebb értelme volt, most éppen, mikor ezt mondtam a hivatásnak, de alapvetően teljesen egyetértek vele, mert az Isten hív. Ki hív például a nem létből? Ez, hogy élünk, ez maga a hivatás. Meghívás. És ha ő egyszer hív, akkor az örökre szól. Úgyhogy maga az örök élet is a hivatásunk, és azon belül valóban az örök élet az Krisztus, az Isten megismerése, a Szent Háromság megismerése, és az ő asztalához telepedni, hogy ez teljesen közös hivatás, és ezért is ugye nagy ívet, feneket kerítettem, azt mondhatom, a hivatás történetem mesélésének, a megtérés szentleg tapasztalat volt, nagyon meghatározó, és utána én 5 évig még arra gondoltam, hogy házasság megy tovább az élet szépen majd. Meg hát hiszen hegedű és szolfés. Igen, tanárnak. Tanárnak készültél. Igen, és gondolván arra is, hogy azért
tanárként, hát lehet család mellett is, meg szép, szép ez, és láttam szép példákat. Nem mondom, hogy könnyű volt a szüleim kapcsolata, de tőlük is nagyon sokat tanultam, meg sok jó példát láttam, szerzetes meg nagyon keveset. De egy idő után, 22 évesen, ez a szeretet kapcsolat Jézussal olyan elevenné vált az idők, az évek során, hogy teljesen átjött nekem, hogy szerelmes, simán mondhatom, hogy szerelmet éltem meg, hogy ehhez képest olyan volt, mint a hét ágra sütött volna a nap rám, és ahhoz képest a fiú vagy férfi szeretete nekem akkor úgy tűnt, mint a kislámpa vagy a gyertyafény. Ezzel nem bagatelizálom, mert ha az a hét ágra sütő nap úgymond, vagy a föld elfordul és épp sötét van, akkor nagyon fel tud értékelődni egy ilyen kislámpa vagy gyertyafény, de akkor mindenképpen ez volt az élményem, hogy majdnem, hogy nevetséges számomra. És akkor az, hogy szüzességben éljek, az nekem előbb megérkezett, egy ilyen belső egyszerűen letisztult, és utána volt egy kicsit nehéz zóna, hogy most hogyan tudjam meg, hogy milyen életformában. És azt hittem persze, hogy a világ legjobb közösségét kéne megtalálni, és azt is gondoltam, hogy Isten nekem ezt majd így megmutatja, hogy ez. Mert hát akkor legyen egyértelmű, hogy ne hibázzunk. Aztán szép volt, hogy egy pap, később ferences pap lett, azt mondta, hogy ízlelgesd ennek a keresésnek az örömét, Szendrei Miklós atya volt, mert amiben keresel, az jó. És akkor én ízlelgettem, kicsit megtámogatott, hogy nem kell kínlódni, meg görcsölni, és egyszer csak megkaptam, hogy nem mondja meg az Úr, hogy pontosan hova lépjek be, mert ez a világ legjobb közössége, hanem szabad nekem dönteni. Azelőtt volt ilyen fázisom is, más pénzt dobál, hogy mi az Úr akarata, én akkor gyufásdobozt dobáltam, tehát olyan szabaddá váltam belülről, hogy sok kérdésben, amiben nem láttam tisztán, akartam, hogy Isten vezessen, megmondtam, melyik lesz a kettő variáció, és ahova esett, afelé mentem, és én most utólag persze mosolyogni tudok rajta, szerintem az Úrnak kedves volt, de azért lenevelt róla, mert hogy ő a szabadságomat eléggé kedveli, és hogy akkor éljél bátran, te választod a hivatásodat. Ez a sorshúzás azért az apostolok körében sem volt egészen páratlan. Mátyás apostolt is. Igen. Így választották végül is meg, hogy sorsot Igen. húztak, hogy Igen. mi legyen. Mondtad, hogy akkor majd ez a krisztusi szerelem mélyen megérintett téged, megragadott, és ahhoz képest, hogy minden más számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség, mondja Pál apostol, akkor ezt a mondatot akkor értetted meg valószínűleg, hogy mit jelent ez, hogy számomra az élet Krisztus, minden más hozzá képest, így mondjam még, bocsánat, hogy hozzá képest minden mást trágyának tartottam szemétnek. Szó szerint a sterkor kifejezés szerepel ott, ami igen trágyának. Valami előjött, mert mikor mondták, hogy milyen áldozatot hozták, akkor nem értettem, hogy miről beszél. Aha. Áldozat. Aztán később jobban megértettem, mert ez érlelődött is bennem. Ez nem gondolom, hogy visszacsúszás volt, hanem ez egy nagy hátszél volt Istentől, hogy ilyen látásom volt, könnyebben elköteleződtem akkor, de később láttam azt is, hogy tényleg azért nem kellett aggadni teljesen, hogy van ennek néha áldozat oldala. Az persze nem elsősorban én vagyok, hanem Jézus, de az én részemről is van egy kevés ebből. Hát aztán végül is milyen közösségbe csöppentél te ebből? Azért érdekes, mert én ezt látom, hát ez a közösség nemrég ünnepelte a 25 éves alapítását, és akkor hogy csöppen bele egy magyarországi leányzó 80-as évek vége, nem létező közösség. Hogy van ezt esély mondani? Igen, én is csodálkozom rajta, hogy valójában mennyire nem számított az, hogy az én kis agyam most mit tart jónak, meg rossznak, meg mit tart legjobb közösségnek, meg ilyenek. Én Pécset megismerkedtem ennek a közösségnek az első tagjaival, tanárnők voltak, és össze is jártunk, de én nem tudtam még, hogy ők elköteleződtek valahova. Csak valahogy ismerősök voltak, meghívtak, beszélgettünk, és mondták, hogy van a Júlia, és hogy néha jön át, és majd beszélgetünk vele, és ezek a pár találkozás nagyon meggyőző volt nekem, hogy ez olyan ember ez a Júlia, hogy nagyon nagy remény van benne, nagy lelkesedés, és nagyon nagy bizalom. És úgy tudta a Szent Ferencet közel hozni hozzám, és magát ezt az odaadott életet, hogy mindaz, aki én voltam akkor, akár beleértve még a hegedű tanárságot is, mert tanítottam már 3 évet Pécset, hogy
úgy tudta közelhozni, hogy abba úgy lát, hogy teljesen belefér minden, tehát bele tudok kapcsolódni, és a Szent Ferencből az egyház szeretetét, az Isten dicséret bátorságát, lendületét, kreativitását nagyon ki tudta domborítani. De hát ő nem volt ferences nővér. De keresztes nővérként az alapreguláljuk nekik is ferences, és ebben a szellemben indult el az élet még Esztergomban az első tagoknak, mert a keresztes nővérek Svájcban volt a központjuk, és nehéz volt a kommunizmus miatt az itthoniaknak, és nem merték azt, hogy mindjárt keresztes nővér irányba, hanem hogy kezdjék el az életet titokban Ferenc regulája szerint, már a harmadik tor, tercius ordo regularis, szabályzott harmadik rendnek adott szabályzat szerint, és abból kinőtt egy ilyen újabb alapítás, és magyar alapítás vagyunk, csak azért van a nevünkben a G, Torg, tercius ordo regularis gurkensis, mert a gurki püspök, Klagenfurt gurki püspök, akihez tartozott a Júlia, mert ő Grácsban élt, magyar szegedi lányként egy modellovodát vezetett, hogy ő volt az első támogatónk, püspök, aki elfogadott. Igen, és ő vitte minket így Rómába is, 90-ben, ahová akkor, az alapítás. Mégsem osztrák alapítás, hanem magyar alapítás. Igen. És így találtam rá erre a közösségre, hogy valóban amorf volt, még nem látszott belőle túl sok, úgyhogy anyukám, mikor én nem mondtam előre, hogy mit tervezek, nem akartam, hogy befolyásoljanak. Anyukámnak, amikor bejelentettem először, hogy döntöttem, megérkezett nekem ez az üzenet, hogy szabad belépnem, mert mindaz meg fog történni, amit Isten akar az életemmel, és akkor ez elég volt. Tehát nem kell belépni, nem világos, hogy ide, hanem szabad belépni, mert ez a szabad akkor nekem több volt, szinte, mint a kell. És akkor anyukám mondta, hogy ő nem lepődik meg, ő számított ilyesmire, és azt akarja, hogy boldog legyek, neki az az öröme, ő nagyon klasszikusan így reagált. Apa is egész jól vette ezt a kanyart. Ő azért mondta, hogy legyek türelmes, mert tudta, hogy azért van hajlamom a türelmetlenségre, látta, hogy nem sok minden van még ebből a közösségből, hogy azért legyek óvatos is, tehát hogy nézzem meg, hogy hova, és megszerette a közösséget ő is. De az érdekes számomra, hogy ugye, ahogy én látom ennek a közösségnek a profilját, vagy keresztmetszetét, tehát főleg az induláskor, nagyon sok mindenkit megérintett. Tehát voltak itt olyanok, mondjuk, mint te, aki már eleve is valami módon a Jézusi szüzesség világával úgy szimpatizált és megérintett, de voltak ebben házas párok is ebben a közösségben, akik csatlakoztak ehhez a szellemiséghez, ehhez az életrendhez. Tehát ennek a kis közösségnek lehetett volna számodra is olyan útja, hogy hát lehet ezt a regulát, vagy ezt az életformát házaspárként is élni. Igen, mert Júlia nagyon nyitott volt erre a komplementer felállásra, hogy testvéreket is, akkor még teológusokat is fogadott, tehát ő nekik is ő az alapítójuk, a Szent Ferenc kis testvéreinek, akik Miskolcon élnek, és családosok is kezdettől voltak kapcsolatban. Azok harmadrendi családok voltak egyébként? Nem volt egy ilyen jogi forma, hanem egyszerűen együtt ünnepeltünk, meg összejártunk, én is hamar találkoztam velük, már a kezdetén, és nekem valóban egyértelmű volt, hogy szerzetesi irány a szüzesség nyomán. Igen. Igen. Becsöppentél ebbe a kis és okos békefenntartó közösségbe. Magyarországon gyökeresedtetek meg. Tulajdonképpen hol van jelen ez a közösség, és a te és a ti apostoli életetek hol folyik? Igen. Bocsánat, én írtam Puskát, hoztam magammal, itt a kedves nézőket szeretném egy kicsit elvarázsolni, hogy tessék elképzelni, ez a béke fenntartó, most már nem tréfálkozok fel, de a kis nővéreknek a közösségén mi mindennel foglalkozik? Hitoktatás, kántorkodás, sekrestyérség, fogászati rendelés, lelkivezetés, kísérés, igeliturgia tartás, idősek, betegek áldoztatása, fiatalok és felnőttek gondolása, egyházi lap gyermek robotának szerkesztése, egyházközség zarándoklatok szervezése, lelki gyakorlatok, olvashatom tovább, még másfél oldalon keresztül. Mi mindennel foglalkozik a közösség? Hát ez hihetetlen. Abból a kis amor valamiből egyszer csak valamilyen lélek áradás, mint azt élnénk meg, hogy ott pünköskor mindenki a saját nyelvén érti, amit az apostolok mondanak. Mi frígiaiak, pontosziak, ázsiak, mindenki úgy halljuk. Itt ezek, ahova mentek, az mindenki
mintha értük lennétek, mindenki azt éli meg. Na, hol vannak ezek a helyszínek, mivel foglalkoztok? Először Pasaréten éltünk másfél évig, utána mentünk Szomolyára, ez az Egri Egyház megye, a Seregély István érsek atya hívott minket oda. Honnan tudott rólatok? Miskolc felé tendáltunk, azért, mert itt Budapesten már sok közösség elkezdte az életét. Mi is ugrásra készen tudtunk indulni 89 őszén, mert nagyon jól előkészítette az alapítónőnk két nővértársunkkal, akik Grazba kimentek, illetve nem Grazba akkor, hanem Feldkirchenbe, ebbe a modellovodába kimentek, és nagyon gyönyörűen előkészítettek mindent. Tehát Júlia egy elég karizmatikus személyiség volt, ő álmában, illetve nem álmában, hanem Mincenti bíboros látta egy nagyon kedves ferences pap, Vas Laci atya álmában, teljes ornátusban, és ő mondta azt, hogy lőjétek ki magatokat, kezdjétek el, mikor még nem is volt meg a társadalmi változás. Tehát ilyen vagy Mincenti breviáriumából kihullott a múzeumban egy darab cetlés, akkor Júlia olvasta rajta, hogy szabad. Meg a kinyitotta a zsebkendőjét Mincentinek, és az volt benne, hogy egy tau alakú rés. És sok ilyen apróság, és ment az előjáróihoz is, hogy megerősítik-e ezt az indítást, hogy ő egy időre eljönjön Magyarországra egy új kis közösséggel kezdeni, és megerősítették. A püspöke, az előjárója ismerte őt, és mondta, hogy menjen, kapott egy év szabadságot. Tehát ott Pasaréten tudtunk kezdeni, ő egy év múltán visszament a közösségébe, és utána fél évig voltunk még ott, és az érsek atyával meg felvettük már a kapcsolatot, mert a gurki püspök is jónak látta, hogyha úgyis magyar alapítás, tendálunk az Egri Egyház megye felé, hogy egy kicsit keletibb ország részre menjünk, ahol kevesebb szerzetes, ami tényleg így volt, akkor még szinte senki nem volt ott, hogy átadna minket neki, és meg szeretettel hívott, és Zsiguliával vezetett minket Szomolyára, Egerből száguldottunk, amikor ezt az alapítást előkészítettük egy üres plébánia épületben. Ott is voltunk másfél évig, aztán 92 nyarán Bükszentkereszten kaptunk egy megüresedett plébániát, egy ciszter atya élt ott, Szita Lajos Árpád atya, de ő visszament a rendjébe, Egerbe. És ott négyen telepettünk le, 6 embert hagytunk akkor Szomolyán, és 94-ben pedig Domán Feri atya jött Arlóból, Ózd mellől, hogy ő elköltözik abból a plébánia épületből egy távolabbi házba, és hogy szívesen átadná egy közösségnek, külön oda sétált, és épp káptalanunk is volt, együtt voltunk, úgyhogy meg tudtuk hányni vetni, és mentünk akkor ebbe az irányba. Miskolcon is a testvérek mellett volt egy szakasz, amikor ott szolgáltunk, és most Miskolcon a Soltész Nagy Kálmán úton, benne a városban egy családi ház van átalakítva, ott élnek nővérek. Tehát jelenleg Szomolyát azt nem vittük tovább, Bükszentkereszt, Arló és a miskolci házunk van. És te mi mindennel foglalkoztál a közösségen belül idáig, és most éppen hol apostolkodsz? Én hamar viszonylag belekerültem így a vezetésbe, mert az első tagok közé tartozom, tehát sok belső szolgálatom lett, ilyen előjárói képzési felelős ilyenek, aztán zene, tanítás, ének, nagyon szeretünk énekelni, kórusban is tudunk közösségileg, és amúgy bennem mindig erős volt az evangelizáció, tehát így fogalmazzuk a hivatásunkat, küldetésünket, hogy szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát nekünk elég nagy hangsúly van az ima életen, ha a szentmisét is beszámítjuk, akkor 4,5 órát vagyunk. Szentségimádásunk is van minden nap, igei elmélkedés, zsolozsmázás 4-szer, tehát mi elég sokat vagyunk időben is imában. Testvériség szintén, közösségi beszélgetések, elég sok közös étkezés és rekreációk. Valójában nekünk ezért csak körülbelül félállásnyi munkaidőnk van ezen felül, és ez egy szándékos, érdekes köztes állapota a szemlődő életforma és az apostolkodó életforma között. Ezt elég termékenynek ismertük fel, így vezetett eddig
az Úr, úgy láttuk, és én kántorkodást is megtanultam, meg teológiára kerültem, és azt végül is a mastert is elvégeztem, és a lelki gondozó szakot és a mentálhigiénét. Voltam az egyetemi lelkészségen 9 évig Miskolcon, fiatalokkal közösségszervezés, lelki kísérés, beszélgetések, ott is kórus, Unitas nevű kórus. Aztán nagyon tetszett nekünk az a szolgálat is, hogy Szentlélek szemináriumokat tartottunk, és abból ilyen pünkös tapasztalata lett sokaknak. Kis közösségek születtek falvakban, Tarló környékén is, Borsod-Nádasd, akkor Borsod-Szentgyörgy, Ózd. Hát mondjuk az elég nehéz vidék így pasztorációs szempontból, sőt, hát a népesség összetételét tekintve nem ritka az olyan falul 60-70%-a cigány lakosabb községeknek. Igen. És akkor mi is tudtottak közösséget. Igen, és voltak vegyes közösségek is, magyarok, cigányok együtt, és nagyon szép fordulatokat látunk, megtéréseket, és komolyan elkötelezett emberek is kikerültek. Aztán volt, ahol lemorzsolódtak, vagy egy idő után nem volt olyan eleven a folytatás, de hogy igen, igen hatékony módja volt ez a közösség építésnek, mert imádkozni tanította meg az embereket, vagy vezette be mélyebben az imába, és a Szentírással összehozta jobban, és ez azt jelenti, hogy önjáróbb lett a keresztény, belülről tudott bátrabb lenni. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Most pedig lelki gyakorlatos házban szolgálok. 4 éve lassan, igen, pünköskor lesz 4 éve, hogy elindult ez a szolgálat Bükkszentkereszten. Egri Egyházmegyében van Egerben a Szent János ház, lelki gyakorlatos, és ez a másik nekik, tehát az érsek atya vette meg ezt a házat. Igen. Csodálatos volt a mozzanat, ahogy született, mert mi kerestünk egy olyan helyet az országban, ami közel van, nem kell elmenni Lányfalura, Tahiba, Dobogókőre feltétlenül, vagy Máriabesnyőre, hanem ott lehetünk, de nem a mi házunk, hogy ne folyjon teljesen össze a szolgálat és a mindennapi életünk, szerzetes életünk, és néztünk a faluba, hogy van-e ilyen lehetőség, épület, vagy bármi, és találtunk egyet, és egyszer egész más téma kapcsán megemlítettük érsek atyának, hogy láttunk egy ilyen épületet. És akkor elkezdett írni, és akkor feltűnt, hogy máskor nem szokott mindent jegyzetelni, amit mondunk. Azt mondta, hogy ő megkeresett egy olyan helyet a Bükkben, ilyen csendesebb hely, ahol a háttérben van egy közösség. Tehát két vágy találkozott, és ebből lett a Betlehem ház. Mi mondtuk, hogy legyen a kenyérháza, mert olyan sokat jelent a kenyér szó, és akkor mondta, hogy jó, akkor Betlehem. És így indult ez a házikó, nem nagy, de most a szomszéd épületet is megvette, hogy bővülhessen. És népszerű így a hétvégéken mindenképpen. Tehát ez nem a szerzetesek számára fenntartott lelki gyakorlatos helyt. Mindenki jön. Bárki igen. Mehet és ott kap segítséget, igen. Kísérést. Igen. Ti magatok is vállaltok lelki gyakorlat vezetést. Igen. De lehet menni úgy, hogy valaki visz magával atyát, és úgy is lehet. Most is úgy vannak, hogy más kísér éppen ma, igen, ma igen. Is. Hadd árulok egy titkot neked, hogy hogy is figyeltem én föl rád, hogy olyan szívesen beszélgetnék ebben a Klára nővérrel. Olvastam egy írást. 2015-ös az írás. Föltette kérdést, hogy ki az én szerzetesem címmel, és erre valaki válaszolt. És a válaszadó, kérem szépen, az Orosházi Baptista gyülekezet vezetője, aki azt mondta, hogy én erre nagyon szívesen írnék az én szerzetesemről, az a Klára nővér. Egy baptista gyülekezet vezetője egy szerzetes nőről akar írni, és akkor leírja az ő élményét, és ez nekem nagyon-nagyon fontos, Krisztusról a Golgotára elnevezésű ökumenikus fáklyás felvonulás volt Miskolcon, ahol egymás mellett haladva vezettük énekkel a nemzetünk megújulásáért imádkozni összegyűlt miskolci híveket. Na ez az, amit úgy értem meg, hogy tehát ez nem egy gettó, tósodás, nem, hogy mondjam, nem térítés, az apostolság nem okvetlenül térítgetés jelent, hanem ami tanúságtétel arról, hogy
amit a Szilicságé mondott neked, hogy megkaptad már a Szent Lelket, adjál hálát, mert én tudom, hogy megkaptad. Hogy az emberek nem tudják, hogy ők egy házban élnek. És hogyha ezt úgy megmutatjuk, hogy adj hálát, hogy mi egy házban élünk. Tudom, hogy nagy küzdelmek folynak ökumenikus úton meg erre, arra, de tulajdonképpen ezek a, együtt meg, hát ez az apostoliknak a csúcsa, amikor az egységet így tudjuk építeni, hogy nekem ettől egyből fölcsiantak, nem van a klán, hogy én szeretnék én beszélgetni, mert valami titkot tud ott a szívecskéje mélyén. Meghatott engem is Noémi, mikor ilyen ugrásra készen, napra készen. Nikodém Noéminek hívják. Hogy igen. Nagyon megható volt számomra, és sokszor meghatottam már a lelki gondozó képzés során is, mert ott is ökumenikus volt a csapat lelkészekkel is, hogy mennyire nagy rokonságot fedeztünk fel, milyen mélységben tudtunk találkozni mély osztozások kapcsán. Akkor most Miskolcon is Golgota gyülekezet vezetője jár föl lelki gyakorlatozni, és kaptam tőle egy ökumenikus Jézus imás rózsafüzért. Tehát olyan, hogy nagyon-nagyon szép, különleges kapcsolatok ezek, és nagy rokonságot mutatnak. Hogy megtaláljuk azt, amiben egyek vagyunk. Világos, hogy a különbözőségeinket nem oldjuk fel ezzel, de nagyon nagy erő van, ebben én is érzem. Mert tehát Jézus úgy gondolta, ezt a testamentumot hagyta ránk szinte utolsó leheletével, utolsó vacsora a papi beszéd, egyébként, hogy legyenek mindnyáján egyek, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Igen. Nagyon nehéz úgy tanúságot tenni, hogy ebben a templomban is Jézus, ezek mégsem szeretik egymást, mi, ilyen, tehát akkor mindenki azt mondja, valami gyanús van, hogy együtt tudjuk szeretni az Úr Jézust, akkor abban már hiteles apostolság lesz. Igen, és talán pont ez az ereje a szerzetes közösségnek is. Én sokáig nem fogtam ezt a dimenziót, sokkal inkább Isten és én vonulatban, dimenzióban gondolkodtam, és tudtam én a fejemmel, hogy van a vízszintes szára, hogy az emberek rendkívül fontos, de nem jött át mélyen, nagyon mélyen személyes üzenetként. És most sem mondom, hogy mindenestől megérkezett, de azt tudom, hogy óriási jelentősége van annak, hogy közösségben élek, hogy konkrét nővérekkel megtestesül ez a hivatás, és nem csak olyan ideális, meg lelki, hanem nagyon is konkrét nőkkel lakom együtt, konkrét sejtekben, konkrét beszélgetésekkel, munkamegosztással, és hálás vagyok, hogy Isten bevezetett ebbe, mert magamtól én elég önálló fazon vagyok, aki nem azért vállal közösséget, mert hogy mondják már meg neki, hogy mit csináljon. Viszont így, hogy megmondják, azért én azokkal vagyok együtt, akiket kapok engedelmességben, ott dolgozom, amit épp kapok, ott lakom. Tehát nagyon izgalmas, egy kalandos, ha úgy vesszük, és valahogy a bukéja a szerzetességnek ebben megjelenik számomra. Úgyhogy ez egy fontos dimenzió. Nemesödön atyától, jezsuitától sokat tanultam, nagyon sokat kaptam. 15 éven át azt mondhatom, és ő mondta azt, hogy aki én vagyok, azt a közösségemnek köszönhetem. Úgy felnéztem rá, amikor ezt így kimondta, ennyire egyértelműen. Hát köszönjük szépen, hogy mindezt megosztottad velünk, és segítesz. Én azt a mondatot fogom most elvinni, nem tudom, kedves nézők, mi mindent választottak, hogy köszönd meg, hogy megkaptad. És ez most arra a pünkösd élményre is igaz, a hivatásomra is igaz, sok minden már a közösségemre. Nem veszem észre, hogy köztünk jár az Isten, pedig megkaptad, itt van, vedd csak észre. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és engedd meg, hogy egy sajátos ajándékot adjak én most neked itt búcsúzóra. Képzeld el, hogy napokkal ezelőtt föltette nekem a kedves feleségem a kérdést, hogy mit vegyünk most nekem, mondom, figyelj nekem, mert elfogytak a pólóim, kéne egy pár fehér pólót venni. És tegnap volt valaki, akivel találkoztam, aki nem merik jött haza Egyiptomból, és hozott nekem egy fehér pólót. Egy ilyen zacskóban. Ismerd ezt a zacskót? Nem. Mi van, de ráírva? Szent Ferenc és a szultán. Mert hogy?
találkoztak. Éppen 800 éve. Igen. Ennek van az évfolyam, ő nem tudta, hogy pont abba pottyant bele ott, és hozott nekem egy fehér pólót. Engedd meg, hogy ezt én most átadjam neked, mert hogy ezen a fehér pólón pont ez a pillanat látszik az apostolságnak egy olyan pillanata, amikor Szent Ferenc úgy gondolt, hogy elmegy a szultánhoz, ugye ott beszélget a Szent Ferenc meg a szultán. Én nem vagyok azt hiszem alkalmasra, hogy ezt hordjam. De egy ilyen ferences nővéreket talán inkább tudna volt, hogy köszönöm nagyon szépen. Az acskót is minden csatva oda fogom adni, és a mosolyod mellé pedig úgy gondolom, hogy befejezi imádságként egy pár sort Szent Ferenc naphimnuszából. Itt a valószínűleg te más fordításból szoktad imádkozni. Én ezt a Sík Sándor fajta fordítást találtam most, hogy megértsük, hogy miért is vagy te olyan, és hogy rokon a lelkeddel a ferencesség. Hát itt azért sok minden kiderül ebből a imádságból. Szent Ferenc így imádkozik. És akkor most imádkozzunk mi is így. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Téd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül Téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a Te világosságot. És szépű és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a Te képed fölséges. Áldjon, Uram, Téged hold nénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, Téged szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden Te alkotásodat. Áldjon, Uram, Téged vízhugunk, olyan nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, Téged, föld anyanénénk, ki minket hord és enni ad. És mindenemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, Téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és ki, aki tűr gyötrelmet, nyavaját, boldog, akik tűrnek békességgel, mert tőle nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál, aki elől ember elfut, el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, akik magukat megadták, Te szent akaratodnak, második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatossággal szolgáljátok. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Dicsértessék mindörökké. Amen.